Erről a barlangról már 1244-ben IV. Béla idején is említést tesz egy oklevél. A hazai biciklisták 5 évvel ezelőtt fedezték fel. Ebben a pincében nem könnyű a győzelem, de néha a vereség sem. A bányában kétszer lefékeztek előttem, és egyszer falon csapódtam, egyszer meg a farívét körbeírtam oldallal. Itt meg az emelkedőn szétugrott a váltóm, leugrottam a bringáról, és begurult a bringa a vízbe. Gondoltam, fájos lábam, megpróbálok még egy kört leírni, vagy akár többet is, legalább a versenyt végigvigyem, de váltóhiba miatt szétugrott a váltó, feladtam. A többség azért egy darabban ér célba. Jó a pálya, főleg itt az ugrató tetszik a legjobban, nagyon jól lehet rajta ugratni. És miért jó a pincébe biciklizni? Hát, mert nagyon csúszós is, meg jó technikás is, nagyon jól lehet rajta kanyarodni. Ez nem mindenkinek ment könnyen, de azért legtöbben esés nélkül megúszták. Csúszós a pince, úgyhogy nagyon oda kell figyelni, én csúsztam is egyet, ott estem egyet, illetve hogyha előttünk van egy versenyző, akit lekörözünk, akkor ugye be kell állni mögé, mert hogy nem lehet megelőzni. Az Underworldot a verseny szervezője nem értékeli túl. Az Underworld kupát inkább ilyen happy futamnak, vagy happy versenynek lehet nevezni, sokkal inkább a részvétel számít, ettől eltekintve komoly versenyzők is vannak itt. A legszebb pillanat akárcsak a többi sportnál, az eredményhirdetés és persze a győzelem. Az utolsó körben még estem is egyet, úgyhogy megküldtem végig, szinte nyíren mentem, úgyhogy kellemesen elfáradtam. De mindenképpen élveztem, nagyon jó verseny volt, jó a szervezés is, jövőre biztos elnézek. Addigra talán újabb részeket fedeznek fel a 30 kilométeres pincerendszerből. Lehet a pályát bővíteni, hisz a jelek szerint a föld alatti biciklizésnek is van varázsa.